Munkaerőhiány van a megyében letelepedett vállalkozásoknál. Néhány héttel ezelőtt ennél a mátészalkai cégnél is azt mondták, heti rendszerességgel van munkafelvétel, főleg szakképzett munkaerőt keresnének. A nyírbátori térségben hasonló a helyzet, az ipari centrumban bővítenének az üzemek, de nem találnak szakembert. A megyében működő multik több száz fővel növelni szeretnék gyártókapacitásukat, ha ehhez lesz elég munkaerő. A problémára megoldást találhatnak, elindul ugyanis a megyei foglalkoztatási paktum, amit hivatalosan ma írtak alá. Ez az első toppos program a megyében, ami a térség foglalkoztatási és gazdasági helyzetén javíthat. 2,6 milliárd forint értékben írtunk alá egy támogatási szerződést a Magyar Állam Kincstár megyei igazgatójával. Támogatási szerződés arról szól, hogy egy megyei foglalkoztatási paktumot működtessünk a következő években. A paktum célkitűzései között szerepel a foglalkoztatási szint növelése, olyan hátrányos helyzetű csoportok bevonása a foglalkoztatásba, akik különben nem találhatnának maguknak munkát a megye munkaerőpiacán. Nagy szükség van erre változatlanul a megyében. Látjuk, érezzük, hogy bizonyos szektorokban munkaerőhiány van, de vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek nélkül nehezen tudnának elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A célcsoport az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti álláskeresők, az 50 év feletti munkanélküliek és a romák. A programban kulcsszerepet kapnak a foglalkoztatást elősegítő képzések, amelyekbe a tartós munkanélkülieket, illetve a közmunkában dolgozókat is szeretnék bevonni. Azok az inaktívak, aktívak, akik jelen pillanatban vagy nyilvántartásban vannak, vagy nincsenek nyilvántartásban. Ezeket az embereket mindenféleképpen el kell érni, meg kell mozgatni. Azok, akik nincsen képzettségük, mindenféleképpen olyan képzéseket kell felajánlani, ami a jelenlegi képzettségi szintjüknek megfelel, illetve amit a munkáltatók igényelnek. Szolgáltatások is lesznek ebben, tehát ezeket az embereket, akik már régebb óta tartósan munkanélkül vannak, ezekkel a szolgáltatásokkal ki lehet mozdítani ebből az állapotból, és ez alapján valamilyen irányban el fognak tudni indulni. Emellett bér- és járuléktámogatást is tartalmaz a program. A paktummal azt szeretnék elérni, hogy a gazdasági szereplők igényeihez igazodó, fenntarthatóbb foglalkoztatáspolitika valósuljon meg. A megyei önkormányzat, a kormányhivatal működik együtt a projektben. A feladatok koordinálására paktum irodákat működtetnek megyei és települési szinten is. Összesen 7 milliárd forintot fordítanak a programra a megyében ebben az uniós ciklusban.